mai epizódból azt fogod megtudni, hogy egy ember képes-e 10 nap alatt egy 52 éves kopott zsiguliból fényes, kéksávos, 80-as évekbeli gyönyörű rendőrautót varázsolni. Október 23-án veteránbőrze van Győrben, és én vele szeretnék elmenni, de nem a megszokott taxis egyenruhájában, meg nem is ebben az unalmas fehér színben, valami újra készülök, viszont ahhoz még előtte... Ezt a csúnya csomagtérajtót, amit igazából nem tudtam helyrehozni, mert rácsöpögött a festék, meg ilyen ragasztó darabok vannak rajta, le van verve, ez még az is lehet, hogy cement vagy ilyesmi, ezt a csomagtérfedelet, meg a motorháztetőt elviszem festőbe. A teteje viszonylag jó, azt mondjuk nagyjából visszat tudtam hozni így polírral. Az a gondolat van mögötte, hogy a három tető látszik ugye legjobban, azért, mert az oldalán lesz valami. A határidőig nagyjából másfél hét van hátra, abba szerintem beleférünk is festéssel, meg minden másról, amit még akarok. Csak az látszik, hogy szar az állapot a kívülről, hanem az, hogy valamikor zöld volt, úgyhogy ezt szerintem már Bálint bácsi tette rá. Belseje az túlságosan szép fehér, úgyhogy biztos, hogy nem ez volt az autón gyárilag. Ráfér erre egy profi fényező. Ú, de mondjuk ezt, ami a motorháztető kitámasztó rugója, tehát ezen akad meg, amikor kinyitod, ezt mindenképp le kell szednem, mert láttam már, hogy nagyon belekötnek a hozzáértők, ugye ez mindig fekete gyárilag. Nehogy véletlenül is megfújassuk fehérre, mert ennek innen feketének kell maradni. Ha már rugólevételt egyébként sosem csináltam, de első ránézésre nem tűnik egy Nobel-díjas mutatványnak, szerintem körülbelül ennyi, hogy... Ja, aha, mondom én. A határidőig 8 nap van hátra. Nem sokára ilyen egy-két órán belül... Jó, megnéztem az órát. Egy-két órán belül meg kell jönni a futárnak, hozza a 4 darab új gumit, amit még a héten fel kell rászerelni, annyi munka van még a héten. Amíg a fényező elszórakozik a motorháztetővel, meg a csomagtartóval, arra gondoltam, hogy mivel így... úgysem lehet vele nagyon közlekedni, ezért bevinni a műtőbe és csinálnék rajta egy-két... Az a baj, hogy ez nekem... Ez nekem kihívás, amikor valaki azt mondja, hogy nem lehet vele így közlekedni, fedél nélkül. Mire lehetne? Nem, ez nem két vastag gumi, hanem 4 vékony zsigulira való. Gyere már vissza! 165-80-13. A gyári méret az úgy volt, azt hiszem, hogy 155 meg 165 SR13, de hát ugye ilyen SR-eseket diagonált már nem tudsz rendelni, úgyhogy 165-80, ez jól fog rajta kinézni. Hogy eléggé kifúj a kipufogó. A határidő előtt ezt is orvosolnunk kell. De ez egyáltalán nem jelent problémát, ugyanis min van nekem készlete? Nem jó. Menjünk csak vissza az időben, pár hónapot? Nem csak a Veterán Zsiguli Egyesület a lényeg, hanem az, hogy kaptam egy teljesen zsír, fasza állapotú hátsó dobot, meg középső dobot is. Amit Marci hozott nekem. Sziasztok. Szia Marci! Marci Mohácsról jött, és csak azért jött ide be Győrbe, hogy ezeket nekem ajándékozza, mert hallotta a videóban, hogy hát kifúj a kocsi. Marci, nagyon szépen köszönöm, egy Dolti, életre. Használd egészséggel. Egy életre le vagyok kötelezve neked. Köszönöm szépen. Örök hálám ezért. Aztán majd látod, hogy hogy sikerült. Figyelni fogom. Használd egészséggel. Használd... Hát figyelj, sokkal jobbak, mint a mostani. Így van, így van. Éljen a zsiguli. Sziasztok! Elmondtam már 100-szor, 1000-szer, talán 1500-szor is, hogy a Ladás klubban a zsigulisok, ladások között olyan embereket lehet megismerni, amire
nem is gondolna az ember. Most nézd meg, itt van Marci, írt múlt héten, és elmondta nekem, illetve küldött is képeket róla, hogy van neki egy OT-rendszámos, gyönyörű, aminek még az alja is le van kerámiázva. Megmaradt neki róla a tökéletes középső dob is, hátsó dob, ami már itt van nálam, ugyanis barátságból, jófejségből nekem adta. Köszönöm, köszönöm. És nem csak a veterán Zsiguli klubnak a szórólapját hozta el nekem, hanem ide néz, zsigulis kitűzőt, ami az első embléma, a Toliatti feliratos. Ez annyira ritka dolog, hogy erre úgy kell vigyáznom, mintha aranyból lenne. Hát Marci, nagyon szépen köszönöm. Ez is valami csoda. Most, hogy a Z kategória újra melegben van, kéne csinálni egy listát a teendőkről, hogy mi az, amit még az elmúlt 8 napban meg kéne oldani. Gumik. Azoknak a felszerelése. A kipufogó. Amíg csomagtér fedél nincs rajta, addig én kifesteném a csomagteret is fehérre. 1000 éve megvan a buszpedál, úgyhogy a gázpedál csere is. Miért nem fogsz? Csere. Most az oldalának a matricázása, vagy a tetején a... Ja, nem is mondtam. Az október 23-ai veterán találkozóra rendőrzsiguliként fogunk menni. De hülye vagyok, bocs. Egy oldalmatricázás, amikor a kék matrica egyébként már folyamatban van, már nyomtatja nekem egy ismerősöm. Tudod, hogy egy matricázás az nekem nem elég ahhoz, hogy autentikus rendőrautók legyünk. Kék villogó, hangszórók, nevezzük ezt fényhídnak. Legyen ez. És mivel úgy az igazi, hogyha egy rendőrautó víjogni is tud, ráadásul olyan hangon, mint a régi rendőrautók, ezért kell beletenni egy szirénát is. 72-es autókon nem az ajtón volt, és nem négyszögletű tükör, hanem a sárvédőn és köralakú tükör. Van nekem köralakú tükröm, csak éppen a sárvédőt még nem volt merszem kifúrni. Na de majd most! Kör, tükör. Hát, ha mindezt a frissen fényezett elemek visszaszerelésével együtt a hátralévő 8 napban, így meló után, délután, meg esténként megoldom, akkor azért megérdemlek egy Milka csokit. Annyira félek mindig levenni ezeket a disztártságot, mert szépek is, krómosak is, a felnit is újra festettem, nem szeretném nagyon lecseszni. Máshogy nem tudod levenni, mint hogyha csavarhúzóval alápiszkálsz. Aj. Aha, jó. Jó, hát persze, hogy pofára esik. Először mindig csak kézi ilyen kereszt. Kulcsa melózunk, hát az nem volt megtépve. Mi a szar ez? Jó, én még nem néztem egy, de... Megvan már minden. Van itt minden, csak szét kell dikázni. Hoppá! Középső kormány összekötő. Szélső kormány összekötő. Hó! Lengés csillapító. Ezek szilentek. Fékcsövek előre. Fékbetét. Édes Istenem! Hozzá féktárcsa. Csavarok. Sasszegek. Ja! Ho-ho-ho-ho! Lengőkar. Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. A szervezetem nem kívánja. És ha már le van véve a kerék, matatok egy kicsit itt a toblemez belsejében. A pókhálókat azért nagyjából sikerült eltávolítanom. Itt van egy pici rozsda, amit mindjárt lekezelek rozsda átalakítóval. De amúgy nem veszélyes. Le van ez alvázvédőzve rendesen, végigkopogtattam. Nem rohad, nincs átlukadva. Tényleg nagyon sokat ez garázsba állt ez a kocsi. Elmondtam 100-szor, nem akarok OT-s autót, nem is akarom olyan állapotba hozni. De mivel tudom, hogy a rugót például, a hátsó lengéscsillapítót ki fogom cserélni, új kifogót, hogy legyen itt már akkor szép, arra gondoltam, ezt letakarítom rendesen, rozsda átalakítózom, és
ahogy az OT-s autóknál láttam, ilyen menőn lefújom a doblemez belsejét az autó színére. Na jó, tudom, hogy nem profi maszkolás, de ahhoz képest, hogy hulladékanyagból van, nem rossz ez. Igen, tudom, biztos, hogy én vagyok csak ilyen hülye, aki egy kerék vagy gumicseréből ekkora nagy fesztivált csinál. De nem bírom ki. Milyen lett a végeredmény szerintem? Abszolút vállalható. Nézd meg, ez már nekem elég lesz. Miután ez megvan, azért átjövünk az elsőre is, hiszen hát ezt is érdemes lenne megcsinálni. Ahogy azt láthattad abban a bazi nagy dobozban, az első futóműhöz minden megvan már. A lengőkar, a golyós csapó, kormányösszekötők, fék, hát mondjuk ezt a féktársát érdemes lenne kicserélni, de nem most. Mert az autó amúgy jól fékez, jól kanyarodik, nem gáz, nem veszel észre rajta semmi problémát, illetve a mostani inkább az október 23-ai dátumnak szól, tehát kozmetikailag, esztétikailag nézzen ki jól a találkozóra, hogyha esetleg majd valaki oda lehajol és benéz, ami szépet tudjon látni. Meg most, amíg a srácok csinálják a gumizást és fel van emelve az az oldala, teljesen adott volt a lehető, de tudod? Porszívózás kész, jöhet a drótkefe meg a durva rongy. Hatodik napon vagyunk, vagy hát nem a hatodik napon, de hat nap van hátra. Ott tartunk, hogy a jobb oldala kész, meg vannak festve a kerékjáratok, fel van gumizva, fel van szerelve. A mai napra baromi sok dolgot terveztem, be kéne kötni a szirénát, fel kéne kábelezni a villogókat. Amire a gumizással meglesznek a srácok, a baloldali kerékjáratokat is meg kéne csinálni szépre. Viszont van egy dolog, ami erre a listára rá sem került, és az a rendszer. Hát egy 72-es zsiguli. Korabeli rendőrautónak kék-fehérbe öltöztetve, a passzoló villogóval, meg szirénával nem mehet ki egy autó találkozóra a 90-es évek után bejött újabb magyar rendszámmal. A régi rendszám kell rá, a két betű négy számos. És mivel csináltattam, meg szóltak, hogy készen van, most elmegyünk érte. Rendőrrendszám, rendőrrendszám! És ezzel a rendszám kérdés nincs ám még 100%-osan megoldva, mert oké, megvan a papírunk. Oda! Figyeljél! Kétféle méret. Azt hiszem, hogy 1985-ig, 86-ig úgy volt, hogy az első rendszámok mindig kisebbek voltak a régi rendszámokból, a karakterek is vékonyabbak voltak, utána a hátsó karakterek is azt hiszem vékonyabbak lettek, szóval a 80-as évek közepén volt egy változás. Hol tartottam? Ja! Ha nem elég, hogy megvan a papír, ugyanis ez a papír ez kevés, hiszen ez még csak egy nyomtatott valami, egy fólia, egy öntapadós cucc. Ez alá kéne egy fémlemez. Na most az a nagy gondom, hogy nekem itt készleten nincsen más, csak a rozsdás ajóautók javításához használandó ilyen javító lemez darab, de hát látod, hogy ez nem egyenes, meg nem is szívesen használnám ilyenre. Úgyhogy most ki kell találni, hogy honnan lesz nekem lemezem, ami egyenes is, méretre is, esetleg le is vágják nekem, hogy ne kelljen flexelgetni. De jó! Az egy plusz feladatból, ami fel sem volt írva a táblára, már rögtön kettő lett. Négy nap van hátra, és a csomagtartó fényezést már kihúzhatom a listáról, nézd meg. Oké, a maszkolás még ott van, meg igen, Versace-inggel maszkolok, mert te nem úgy szoktad? Shemming az tökéletes erre. Csak közben olyan csúnyák voltak a küszöbök is, leszettem a krómdiszlecet, és kimaszkoltam meg, lejavítgattam azért azt a csúnya gittelés nyomokat, meg ilyesmit, mert egyszerűen idegesített, hát legyenek már szépek ezek is. Ugyan még nincsenek fel, de mindjárt felrakom ezek a baloldali kerekek. Persze ez sem egyszerűen megy, hiszen nem úszom meg azért festés nélkül, mert ahol a régi keréksúly rajta volt, az újjal nincs gáz, mert majdnem ugyanaz a fényezés, de
Ezt le kell festeni, nem maradhat így, mert látszik a régi keréksúlynak a nyoma. Nézd, az rosszabb. De most így nem maradhat. Most ugye picit kell festegetni. Ugye, megvan még, hogy az előbb mit mondtam. Kisebb dolgokat festegetni akarok rajta. De az a baj, hogy vannak ilyen undorító megfolyásjogok, amiket nem tudnék kijavítani a lökhárító leszerelése nélkül, és ha már leszettem a lökhárítót, tudod, onnan már... Természetes, hogy a saját melómmal sprével festve nem lesz fényező minőségű, de emlékeztetlek rá, hogy ez csak ideiglenes lesz, hogy addig is ki tudjam vinni az utcára, amíg el nem viszem egy profi fényező, hogy kompletteli fényre. Na, az első réteg megvan. Nem lesz ez rossz. A legfontosabb, hogy rozsda nincs rajta, kipufogón nem nevetni, mert ez a régi kipufogó úgyis megy a kukába, úgyhogy azért csak leengedtem. Ez itt be volt hajóva nagyon ez a lemez, visszahúzkodtam fogóval szépre, így gyári, nagyon bántotta a szememet. Ahhoz képest, hogy azt én csináltam, ez szerintem nem rossz. Kicsit meg lesz polírozva, egész jó lesz. Az a baj, hogy közben találtam még ugye ezt a küszöb témát, tehát festegetni kellett, az azért nem olyan gyors, mert néhány helyen füllerbe kellett tenni, hogy egyenesebb legyen. A hátsó sárvédő alja nagyon szar volt, ott le kellett vernem egy picit a gittet és újrahúzni. Hát most magamhoz képest nem lett rossz, nyilván nem profi, de elmegy, így le tudtam azt is festeni. A szirénát is elkezdtem már, annak már szinte csak a bekötése van. Mutatom, hogy hogyan. Ez ilyen pici sziréna, tehát a sziréna hangot nem a nagyok fogják kiadni, amik a tetőn lesznek, hanem ez. Modern cucc, de ugyanúgy a régi hangokat tudja. Ilyen autóhifis webshopokba meg tudod venni. És úgy gondoltam, hogy ide az ablaktörlő motor mellé, ha ide így felrögzítem, akkor a motorháztetőnek a rácsain pont szépen kijön a hangja. Baromi nagy hangja van amúgy. A kábeleket megcsináltam úgy, hogy csináltam ilyen vízmentes csatlakozót, hogy szét lehessen húzni. Természetesen tettem rá biztosítékot is a pluszra. Itt, a gyári helyen elhúztam a madzagját. Nem tudom, hogy látod-e. Hát persze, hogy nem látod, mert profi meg van csinálva. Yes, yes, profik vagyunk. Profik vagyunk. Itt, alul végig a kábelköteg mellett jön, és ide érkezik az akkumulátor pozitív-negatívjához. Annyit fogok még csinálni, hogy természetesen rendes sarukkal lesz megcsinálva ide. Ez nem fogyaszt sokat, nem kellett neki vastag kábel. Aminek vastag kábel kell, azok a fillogók, amik viszont ezen az oldalon fognak jönni. Vettem hozzá kéteres kábelt, ami itt még elfűzhető, nem az a nagyon merev, nagyon kemény, mint a villanykábelek, de azért megvan a vastagsága, azt hiszem 0,75-ös, ezen szépen tud menni majd a power a kék lámpákhoz. Szépen elvezetékeztem, kormányoszó fölött még kábelkötögölevel is megfogadtam, hogy ne legyen útban, és gyakorlatilag ezzel vezérlek. Arra gondoltam, hogy esetleg ide így két oldalúval felbigyeszteném. Nézd meg, tiszta rendőrautó feeling lesz. Nagyon jól nézne itt ki. Mondjuk, az lehet, hogy 6,5 másodperc múlva pottyan a térdemre. Hát kiderül. Hogy miért vannak nálam párnák? Nos, autós ember lévén semmilyen régi paplant és párnát nem szabad eldobni. Anyukának, feleségnek ne hagyjátok, hogy eldobja, mert ilyenkor, amikor szól a fényező, hogy kész vannak az elemek és lehet érte menni, valamivel ki kell támasztani, hogy ne legyen baj a frissen fényezett cuccoknak. Ha a csomagtérajtót le tudjuk ide alulra tenni, már pedig úgy nézem, hogy valahogy letesszük, akkor tetőt meg följebb tesszük, jó? Jó. A két sarka össze volt törve innen, igen. Megcsináltam, kigitteltük, nem érdekes. Belsejét is szépen, úgyhogy... Nagyon szép lett, de jó. Mind a két oldalát megittem. Mert ugye én azért láttam, a csomagtartót láttam, hogy borzasztó szar volt, de ugye azon láttam, hogy ragasztó pöttyent rá meg mint... Alul szétcsiszoltam a festéket, egészen a gyári zöldi. Ja, mert az zöld volt, ugye? Igen, mert cserétek ezen. Tudtam, hogy az ára az kedvező, és akár komplet fényezést is megcsinál annyira, amennyire senki más. Úgyhogy nem vártam nagy dolgot. Tehát azt gondoltam, hogy jó, oké, majd a színes timmel, biztos lesz rajta megfolyás. Semmi! Full profi, gyönyörű, kívül belül megfújta, azt nézd meg!
Azért jó egyébként, hogy délben vagyunk, mert nem jön senki a seggembe, hogy letoljon az útról, amikor a 90-es utakon ilyen 60-nal megyek, mert úgy vigyázok rá, mint a hímes tojásra, meg amúgy is próbálom elkerülni a főutakat, inkább ilyen mellékutakon, egysávosokon megyek, amin persze jó az aszfalt, hogy nehogy baja legyen, tiszta idegen lesz. Apropó mellékutakon megyek, szia! Forog a kormány, szuper. Hello, könnyű, ez biztos, fólia van benne. Köszönöm. Szia. A matricát azt utolsó napra akarom hagyni. Szerintem ma csinálok egy gázpedálcserét, meg a kipufogó, ami nagyon fontos, és akkor, ha ügyes vagyok, akkor holnap fényhíd, összerakás, holnap után matrica, és szerdára kész vagyunk. Marci, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Komolyan fel sem tudom fogni, mennyire kedvesek vagytok hozzám. Ma lesz a napja, amikor ezek felkerülnek, így hogy mennyi? 2,5 nap van hátra az időpontig. Szükség igazából nem lenne rá, mert nincs semmi baja, de a saját ízlésemnek megfelelően én ezeket most szépen hőálló ezüsttel lefújom, és úgy dobom fel az aljára. Remélem nem vagyok ezzel egyedül, most tapasztaltam meg az elme háborodottságnak azt a fokozatát, amikor már annyit melóztam az autón, meg festegettem, előkészítettem, hogy egy kipufogó fényezésnél is azon bírok gondolkozni, hogy nem kellett volna előtte füllerrel lefújni. Most így, hogy raknál el a kipufogót, eszembe jutott valami, és azt akarom, hogy te is röhögél rajta. Emeljétek a seggeteket! Komplett olajcserét nyertetek! Mondhatnám, hogy a finishben vagyok, mert 2 nap van hátra, de abszolút nem úgy néz ki. A hátulját összeraktam. Annyi van, hogy amíg a lökös, amíg le volt véve, külön le voltak szedve a babák, mindegyiket külön-külön megpolíroztam. Látod, hogy nincs is rajta rendesen. Viszont, mikor visszarakom a lökhárítót, ez a rész érintkezni fog ezzel. Mivel rozsdás volt, lekentem ilyen rozsda átalakítóval. Amíg a szárad, addig megemeltem a jobb oldalt, hogy akkor essünk neki a kipufogónak. Igazából a középső dobot ez az egy csavar fogja, aztán a hátsó dobot már lelazítottam, hogy a lökös miatt le kellett, meg a hátsó festés miatt. Remélem, hogy csak ez az egy csavar, és leesik, vagy le tudom ráncigálni az egész rendszert. Az üt először, aki igazán nagyot üt, és először. Ennyi időm nincsen. 2 órája ezzel szívok, és semmi nem ért el eredményt. Annyira ütöttem, hogy még a kalapácsom is ketté tört. Mi lesz velem? Melegítettem, semmit nem mozdult. Nézd meg, szétvertem a hátsó dobot. Egyszer nem akart elindulni. Gyerekek, a vészmegoldás, flex. Kicsi megvágás, és oda néz. Velem nem cseszel ki, te rohadék. Már megy is hátra. Hellóka, nyalóka. Amilyen nehezen jött szét, olyan könnyen megy össze, mint kés a vajba. Úgy passzol egymásra minden. Oké. Okay. Ez kész. Célegyenesben vagyunk, október 22 van, az utolsó nap. A körtükör biztos, hogy elmarad, azt is megmondom miért. Leszereltem a régit, ami rajta volt. Nem lenne gond kifúrni a sárvédőt, viszont ez... Ez egy ilyen majdnem gumi, inkább műanyag, ilyen szűkítő, mert nagy a furat. De ez a cucc szűkíti össze kicsire, tehát a csavart ugye ebbe csavarod bele, és megy ide a tükör alá. Na most a körtükörhöz ilyenem nincs. Vagyis nem tudnám biztonsággal feltenni, és 20.000 forintért adnak egy ilyen körtükröt, ami a 72-eseken volt, úgyhogy azt kihúztam a listáról. Apropó lista, ez nem volt rajta, de nem akarok róla beszélni. Ami mára maradt, az annyi, hogy össze kell rakni az autót, felszerelni a motorháztetőt, a csomagtérfedelet, négyre jön Roland, aki segít nekem feltenni a fóliát. Mert ő már többször csinálta, mint én ugye nulla, ő meg
mindegy. Ez a taxi embléma leugrik, össze kell raknom a fényhidat, az nem gáz, igazából az csak pár csavar, úgyhogy attól nem félek annyira. Be kell kábelezni a villogókat, a sziréna készen van. Azon nemes problémám volt még a küzdés, hogy a rendszámot, ami egyébként öntapadós fóliára van nyomtatva, mire ragasztom rá. Beszéltem róla, hogy majd elmegyek, keresek lemezt, meg ilyesmi, de egyszerűen nem volt rá időm. Az elmúlt pár nap annyira durva volt, nézd meg, tiszta szőrös vagyok, borotválkozni nem volt időm. Volt, hogy 6:40-kor kezdtem, és ilyen 7:30-ig csináltam az autót. És nem tudom, te hogy vagy vele. Nálam úgy működik, hogy ha van egy téma, amire rá vagyok fókuszálva, amire odafigyelek, és tényleg napokon keresztül azzal foglalkozom, akkor annyira kattog rajta az agyam, hogy éjszaka már nem tudok aludni. Tegnap is ez volt. Este 11-kor fejeztem be, ma reggel 6:40-re már fel volt húzva az óra, hogy kelni kell, és hajnali 1:30-kor még nem aludtam. Hogy fogom megoldani a rendszámot, mire teszem rá, kartonra nem lehet, mert mi van, ha eső elházik. Van régi műanyag rendszámom, de az meg egy picit fel, de meg műanyag, akkor sem fém. És aztán megjött a gondolat. Hát van nekem fémtáblám. Ráadásul méretre is van vágva. Csak éppen a JC-s taxirendszám van rajta. Viszont ha megfordítom, ott egy üres felület. A taxirendszámot alapul használva, szépen szalaggal itt az asztalon feljelöltem, hogy hol kezdődnek és hol végződnek a karakterek, hol van a magasságuk, és utána már csak meg kellett fordítani a táblát, és ráaplikálni a fóliát, hogy ezek a vonalak lehetőleg egybeessenek egymással. Aztán már csak a maradékot kell leválasztanod. És készen van a menő fémtábla. Hát ez egyszerűbb volt, mint gondoltam. Nem tudom, látsz-e valamit a füsttől? Itt baromi nagy hegesztés, meg köszörülés, fúrás, csiszolás. A pántot nem tudtam úgy magában használni, mert ebbe a vastagságba kellett volna belefúrnom egy akkora furatot, hogy a villogónak ez a 11 mm átmérőjű menetes szára beleférjen, na most ez meg 13, maradt volna 1-1 mm, nem annyira bíztam ebben, úgyhogy szépen hegesztettem hozzá. Tudod, miből van? Gázórának volt a tartója, ami nem lett felhasználva, egy ilyen láb gyakorlatilag, abból szépen le tudtam vágni, hozzáhegesztettem, ne nézd a hegesztést, tudom, hogy csúnya. Most amennyire lehetett leköszörültem, de úgyis takarni fogja a villogó, belepróbáltam. Megvannak a hangszóróhelyek, itt van kifúrva, csavarom nincs, úgyhogy azért gyorsan még el kell mennem. Baromira szorít az idő, figyelj, 3 óra van. 3:30-ig dolgozik a Roland, úgyhogy gyorsan meg kéne fordulnom a csavarboltból, azért még előtte ezt lealapozom, lefestem. Ez van, a mai nap az ilyen rohanós. Ki. Jó néz ki, nem lehet csöltenni, tudod? Ja, hát tudom. Az egyetlen izével, mert ha nyomtatást lett volna, akkor csak fölsimítod. Így meg ugye, ahogy húzzuk vissza, ezek a belső részek, ezek ugye külön vannak. Ja, értem. És az nem olyan szerencsés, mert itt az autót színe fogja megadni neki a izét. Mit? A szín. Az autó szín, az nem baj. Gyűrődik, nem? Húzzuk inkább vissza, léci. Később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Elment. Este 6:30 van. Fent van. De nem lett szép. Szerszám nélkül nehéz. És nekem csak a porzsákom volt simítóként, ami a taxicsíkoknál még elég volt, ide már nem. Rolandnak sietnie is kellett, én nem sokat tudtam segíteni, a fólia nem 3D-s, ezért az ívek formáját nem veszi fel, és hiába segítettünk rá hőlégfúvóval, még óvatos adagolással is nagyon könnyen megnyúlik, és aztán hullámos marad. Eredetileg abszolút nem én akartam feltenni, csak a profi cég, egy ismerősöm, akik ezzel foglalkoznak, november elejére tudta volna először vállalni, szóba sem jöhet. Nagyon sok helyen gyűrött lett, ilyen ráncok maradtak benne, a másik oldalon el is szakadt. A tankajtó, a szélei, a behajtások, katasztrófa. Mindenhol tele van légbuborékkal. Fáradt vagyok már, és most a cél előtt oda a lelkesedésem. Azt érzem, hogy feleslegesen dolgoztam éjszakákon keresztül, mert ez tönkretett mindent. Elrontotta az összképet, olyan, mintha nem is csináltam volna semmit. Családi program lenne. A gyerekeim nagyon akarnak menni, és ezzel az autóval. Holnap október 23, szünet van, az amúgy eléggé megterhelő iskolából, és bár lehetne sokat aludni, a fiam azt mondta, hogy nem. Ő inkább fel kell reggel 8-kor, hogy időben el tudjuk indulni vele, még legyen parkolóhelyünk, amik amúgy elég gyorsan el szoktak fogyni. Ha nekik ennyire fontos, akkor én nem adhatom fel. Apámot nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott.
A ráncokra nagyon óvatosan rámelegítek hőlégfúvóval, megnyomkodom újjal, a buborékokat meg, azt a 194 darabot gombostűvel megpróbálom kibökötni. Ne! Ugye ne! Rohadt életbe összetörtem egy villogót. Baromi késő van már. Kiesnek a kezemből a szerszámok, és most fel akartam próbálni a tetőre, hogy hogy fog kinézni, meg hova rakjam el helyileg a pánton, és ahogy az egyiket raktam fel, ez, ugyanek nincs alja, egyszer legurult a tetőről, és nem értem már ide időbe. Rohadjon meg! Kész a fényhíd, rajta vannak a villogók, a szirénák, baromi jól néz ki, még nem mutatom meg, be van kábelezve, viszont egy gond ezzel is van. Magát a felfogatását, ami két ekkora pici fémlemez, azt nem kaptam meg hozzá. Gyakorlatilag ennek az a szerepe, hogy magában a fémrúdban van egy anya belehegesztve, és kívülről ezt a pántot ráteszed, egy csavart belecsavarozol, és odaszorítja a tetősínjéhez a zsigulinak. Na most ilyen nincs. Ilyet 4:12-kor még muszáj gyártanom, de megint segítségemre van a gázóra talp, amiből már vágtam merevítésnek, most pedig a tetejéből fogok vágni két szeletet, és abból hajlítok pántot, mert ha mondjuk egy pici alvást is szeretnék, akkor fél órán van a határidőig, ha éjféltől számoljuk, úgyhogy jó lesz belehúzni. Persze még formára is kéne kalapálni, hogy valami kulturáltan nézzen ki. Tényleg végén van, hallod? Az egyenleg egy törött furó, ez a másik része, egy elégett fémfuró, pedig nézd a sok fémforgácsot. Még két ütemű olajban néha bele is nyomkodtam így a furónak a végét, hogy ne legyen baja, és a végén ütve furóval tudtam. Ez baromi kemény ez a lemez. Gázórák ilyen nehezek, hogy ilyen kemény acélból kell tartsák őket. Na mindegy, van pántom. Nézd már meg milyen jól néz ki. Tiszta olyan, mintha gyári lenne. Rákalapáltam a tetőpántnak a formájára, szépen meghajlítottam, hogy felvegye ezt az ívet is. A furattal volt a legtöbb probléma, a végén ütve furóval kellett fúrni. Csavar bele, osszevasz. Ez úgy fogja, mint a bika. Nem. Nem fogja úgy. Amikor belepróbáltam, tökéletesen jó volt. Most, amikor véglegesre húznám, már nem. Beleszakadt a menet. Na de velem nem cseszel ki, teszek egy anyát a másik oldalára, az szevasz. A kábelezést is megoldottam. Nagy ravaszul, mindenhol kábelkötegelővel megfogatva, ugyanúgy, mint a 80-as években. A szirénák kábelét is behúztam, pedig nincsenek bekötve, de úgy néz ki, mintha. Szebeni Petinél láttam, hogy mindenhol sorkapcsokkal voltak rögzítve a 80-as években, tehát ez volt a bevált megoldás, ezért én is így csináltam. És akkor itt eljön, nem az eredetileg ötletként szánt jobb oldal, hanem itt a bal oldalon jön végig, bemegy, és itt végződik. Nézd, 11 óra van, nem volt már időm kapcsolókat kötözgetni, nem is nagyon van ilyen billenő kapcsolom, csak Ikarusé, ami meg 24 voltos, tehát nem passzol ide. Úgyhogy ideiglenes megoldásként, hogy holnapra jó legyen, egy ilyen vízhatlan összedugós stekkert tettem bele, azzal tudom be is kikapcsolni a villogót, aztán majd később megcsinálom rendes kapcsolósra. We used to know in 85 when life was simpler, love had room to grow. No worries about tomorrow, just living for today. Oh, how I long. Rendesen jól néztek ki vele. Ilyennek kéne járnotok amúgy. Ilyennek kéne járnotok, nem ám ilyen hülyes kodákkal. Mondjam, hogy a kezdetleges rendőrautó baromi nagy sikert aratott. Nagyon sokan jöttek ide fotózkodni. Nem nagyon nézegették, hogy össze-vissza van gyűrödve a fólia. Ezek szerint ez megint csak inkább nekem bántja a szemem. Akkora buli volt végigjönni a városon. Integettek az emberek. Majdnem nagyobb sikere volt, mint Kitnek. Itt is tök sokan ide jöttek, és hatalmas rajongótábor. Még a rendőrcsajokkal is közös fotót kellett csinálnunk. Rendesen jól néztek ki vele. Megmondom, én picit azt hittem, hogy nem sikerült olyan jól ez a fólia, meg hát a fényezés sem lett az igazi, amit én csináltam. És kicsit elkeseredtem, hogy az egész másfél heti munkám
mondjuk úgy felesleges volt, de tudod miért meg minden? Az, hogy a gyerekeim boldogan ültek be a hátsó ülésre, és végigvigyorogták az egész utat, hogy ha senki másnak nem tetszett, csak nekik, leszakadt a derekam, nem érzem a hátamat, nem érzem a lábujjamat, mert végig így álltam guggolva, hogy csináltam a kocsit, de az elmúlt 10 nap rohadt kemény melója, már csak az ő arcukat elnézve is megérte. És mi számít, soha nem ez? Take me back to 85, when love...